Természeti törvények, legalábbis egy természeti törvény a bitcoin árfolyamában, ez az előadásom címe. A termékek adja a. Ki az, aki erre tud válaszolni? Aki valaha vállalkozott, dolgozott például a webshopban, kereskedelem bármely területén, ugye generálisan az biztos, hogy találkozott ezzel az összefüggéssel. A termékeknek mindig van egy bizonyos része, ami a bevételeknek egy másik jól körülhatárható részét adja, egy arányra gondolok, egy arány számra gondolok, egy százalékos arányra gondolok. 20, eddig nagyon jó, és mi a 80, pontosan. A termékek és szolgáltatások jellemzően 20 százaléka adja, a bevételek 80 százalékát. Ha cipő webshopot nyitsz, hogyha a szalonod van, hogyha ásványvízzel kereskedsz, vagy elektronikai termékekkel, vagy ha az interneten árulsz bármit, akkor valamiért ez az összefüggés kirajzolódik, és ez annyira döbbenetes, nagyon sokan felfedezték, elsőként egy Pareto nevű olasz kutató, ő arra figyelt föl, hogy az olaszországi földek bő 80%-át az olaszországi földtulajdonosok 20%-a birtokolja. És soroltam a példákat az ásványvíztől a masszázsig. Ez egy olyan általános összefüggés, ami újra és újra és újra előjön, teljesen független attól, hogy mivel foglalkozom. A matematikában, és ahogy látni fogjátok, a biológiában és számos egyéb területen, power law-nak, magyarosan hatványtörvénynek nevezzük ezt a jelenséget, kísérle egyszerűsítve, és ezt kiséle egyszerűsítve nem azért mondom, mert mélyen érteném. Én annyira értem, mint amennyire itt ez most el fog hangzani, annál mélyebben egyáltalán nem. De számomra legalábbis ez már önmagában döbbenetes. Két mennyiség közötti kapcsolatról van szó. Minden törvénynek ez a lényege. A legbanálisabb példa, hogyha a négyzetnek megduplázzuk az egyik oldalát, akkor a területe négyszeresére nő. Ez a hatványtörvényeknek az egyik leg, nevezzük így primitívebb példája, két mennyiség összefüggése, mindig ez az eszenciája a hatván törvényeknek. Kepler volt az a zseni, aki felfedezte azt a látszólag egyértelmű összefüggést, hogy minél távolabb van egy bolygó a naptól, annál hosszabb időbe telik, míg megkerüli a napot, annál hosszabb lesz a pályája, a középpontban a nap, körülötte az egyes égi testek, Ezt könnyű átlátni, de mégiscsak szükség volt egy olyan zsenire, mint Kepler, aki ezt egy hatványtörvény formájában le is írta, és ábrázolta, méghozzá egy logaritmikus skálán. A logaritmikus skála a hatványtörvényeknek egy univerzális eszköze. Szinte minden hatványtörvény egy logaritmikus skálán lesz ábrázolva. A földrengések, viharok, illetve az nagy eladások mennyisége így oszlik el, gyakorisága egy jelenségnek, és az ereje. Minél nagyobb egy földrengés, annál ritkábban jelenik majd meg. És a következő tragikus példa is ezt szépen kirajzolja. A nagyobb háborúk, hogy mit nevezünk nagyobbnak, azt ér úgy valahogy belül érezzük. Lásd a tragikus ukrajnai háború. Hála istennek, ritkábbak, és ahogy mondtam, ez a földrengésekre is igaz. Minél nagyobb egy földrengés, annál ritkábban jelenik meg. Ez a két ábra ezt jeleníti meg. Nagyon messze vagyunk még a bitcointól, de mindjárt meg fogunk érkezni a bitcoinhoz, ne aggódjatok. Egy állat agymérete összevetve a test tömegével könnyű belátni, hogy az egér versus bálna összehasonlításban az agy tömege tekintetében a bálna fog nyerni. Ez még mindig nagyon triviális, de valakinek ezt is le kellett írni, mert ebben is van egy hatvány törvény. Most viszont már mélyebb vizekre vezünk zip törvénye. Egy nyelvben a leggyakoribb szó, leggyakrabban előforduló szó, kétszeres gyakorisággal jelenik meg a használatban, mint a második leggyakrabban szereplő szó, az pedig szintén kétszeres gyakorisággal jelenik meg, mint a harmadik. Tehát a the szó az angolban, a szavak 7%-a, őt követi az av szó, ez a szavak vagy pontosabban a gyakoriság 3,5%-a. Szerintem ez önmagában döbbenetes, de nem csak az angol nyelvre igaz, hanem igaz a dárra, a spanyolra, a szlovénra, a finnre, a héberre, a magyarra, a németre, a szerbre, a baszk nyelvre, és így tovább. De itt még mindig nincs vége, mert a gépi tanulással létrehozott mesterséges nyelvekre ez éppen ugyanúgy igaz. Tehát ez már egy olyan hatványtörvény, amit már egy picit nehezebben vesz be az ember agya vagy gyomra, mint az, hogy a bálnának nagyobb lesz az agymére, mint az egérnek. A hatványtörvények itt kezdenek el bonyolódni, és tényleg döbbenetes összefüggések vannak. Egy ügyfél értéke, visszatérve a kereskedelemre, egy ügyfél értéke versus az ügyfelek mennyisége egy ilyen eloszlásban, ezt is viszonylag könnyű belátni, naponta akár száz ember is bejöhet a boltunkba, viszont csak egy vagy kettő lesz, aki egy jelentős eladást is generál majd. Ez is leírható egy hatványtörvényel. A fényerőség csökkenése a távolság négyzetével arányosan, ha fény, a fény egy pontszerű forrásból származik. Egy sokadik hatvány törvény társadalmi hálózatokban, a fizika legkülönbözőbb jelenségeiben, társadalmi folyamatokban, városok felépülésében, rengeten helyen jelennek meg hatványtörvények, és ahogy ígértem, megérkeztünk a bitcoinhoz. Nemrég ugyanis egy Giovanni Santastasi nevű olasz kutató, amúgy, ha jól tudom, asztrofizika a fő területe, felfedezett egy hatványtörvényt, a bitcoin működésében, nem is egyet, és elsősorban a bitcoin árfolyam alakulásában. Amit eddig nem mondtam a hatványtörvényekről, de nyilván sejthettétek, a hatványtörvények nem tévednek. Ha ott van egy hatványtörvény, és ez egy nagy ha, ha ott van egy hatványtörvény, és ez matematikai leírható, akkor az nem fog tévedni. Következésképp, ha valóban van egy hatványtörvény valamiben, akkor az jövőbéli predikciókra ad lehetőséget. A kulcs megállapítása, hogy a bitcoin mögötti hatványtörvény törvény az árfolyam mozgását illetően abszolút leírható és kép a bitcoin jövőbeli árfolyamáról is levonható következtetéseket. A bitcoin eddigi teljes életútjában, megint csak logaritmikus skálán ábrázolva az árfolyamát, kirajzolódik egy felső, vagy ha úgy tetszik, egy ellenállás, egy alszó, egy támasz, és így tovább, és ennek a zöld vonalnak van a legnagyobb jelentősége. A félreértések elkerülése véget, ahogy más hatványtörvények esetében, úgy a bitcoinban felfedezett hatványtörvény esetében is, abszolút van tér a mozgásra. Egy hatványtörvény nem jelenti azt, hogy Akár tizedes pontosságra vagy jó közelítéssel megállapítható, hogy valami hogy fog kinézni a jövőben, viszont mégiscsak ad egy nagyon erős támpontot. Eddig úgy tűnik, hogy a hatvány törvény adott, és ebből, ha úgy tetszik, a technikai analízisben csatornának szokták ezeket nevezni. Ebből a, ebből a csatornából eddig biztosan nem esett ki a BTC, és feltételezhetjük, hogy a jövőben sem fog kiesni megint csak logaritmikus skálán ábrázolva, csak hozzátéve az elmúlt egy-két év, év eseményeit, megint csak jól látszik, hogy a bitcoin felfedezett hatványtörvény értelmében ez a mozgása várható, és itt megint csak ugyanez Pepitában, lilával berajzolva az olasz kutató felfedezése. És ha ez működik, nem tudjuk egyenlőre biztosan, hogy működik-e, de elég erősen úgy tűnik, akkor nagyságrendileg, nagyon fontos hangsúlyozni, ez nem egy precíz érték, nagyságrendjében a hatványtörvény elképzelése szerint a 100 ezer dollár, 2025-ben az 1 millió dolláros nagyságrend, 2030-ig és a 10 millió dolláros nagyságrend 2040-ig. És itt még egyáltalán nincs vége, itt kezd el még tovább bonyolódni, és lesz még izgalmasabb. Nem kizárólag a BTC árfolyamban fezzet fel hatványtörvényt, hanem a hasrátában is, a címek alakulásában is, és sok egyéb vonatkozásban is. És felmerül a kérdés, hogy az, hogy az egér versus bálna versus macska agyméretben van egy hatványtörvény, azt egyrészt könnyű belátni, másrészt úgy magától értetődik. A csillagászatban talán már... Kevésbé magától értetődő, de, de ott is adott. Mi lehet a közös pont minden egyes hatványtörvénye? Mi lehet az oka annak, hogy vannak ezek a már-már misztikus összefüggések, mind a természet, mind az ember alkotta jelenségekben? Legalábbis bizonyos ember alkotta jelenségekben. Ez az, amit a hatványtörvény kutatói most még nem tudnak, de az a feltételezés, hogy a hálózatokkal van összefüggésben. A hálózatok működési jellegéből adódhat, hogy bizonyos esetekben megjelennek hatvány törvények. És egy másik, ami borzasztóan izgalmas, hogy szintén leírt Szánta egy nagyon fontos egymást, vagyis pontosabban önmagát erősítő folyamatot a bitcoin életében. Tegyük föl, hogy nő a bitcoin árfolyam, profitabilisabbá válik a bitcoin bányászat. Ennek megfelelően még nagyobb tőke áramlik a bitcoin bányászatba, hiszen egy vonzó területté válik, ezáltal a bitcoin hálózat még stabilabbá és még biztonságosabbá válik, hiszen több a tőke, azért több a tőke, mert profitabilisabbá vált, és azért vált profitabilisabbá, mert nőtt az árfolyama, és az utolsó lépésben a bitcoin, mint érték tárló iránti kereslet nőni fog. Ami tovább hajtja az árat fölfelé, ezáltal a bányászat még inkább jövedelmező lesz, és a folyamat megy tovább. Ebbe már szerintem némiképp könnyebb belekötni, mint a hatványtörvénybe, de gondoltam, hogy ezt is megemlítem, mert ez is egy hihetetlenül izgalmas folyamat a bitcoinban. Ezt a diát már előttem. Valószínűleg azért léteznek hatványtörvények a molekulák szintjén a tengerpart vonalában kirajzolódó mintázatban és sok egyébben, mert hálózatok állnak a háttérbe, és a Bitcoinra ez tényleg nagyon jól ráillik, hiszen a Bitcoin is egy hálózat. És a következő kérdés, hogyha valaki kritikusan szemléli a Bitcoin, mint hatvány törvény, vagy ha pontosabban a Bitcoinban rejlő hatványtörvény törvény kérdését, az lehet egy kritikus pont, hogy oké, de az aranyban, az S&P 500-ban, a Tesla részvényár folyamában, vagy bármi egyébben, vajon van-e hasonló hatványtörvény? És az a válasz, hogy nincs. Tehát megnézték, és nem találtak más pénzügyi természetű eszközt, aminek a működésében felfedezhető lenne egy olyan hatványtörvény, ami az árfolyam predikcióra alkalmas. Ettől függetlenül az arany, a Tesla, a Microsoft és még millió más eszköz esetében vannak más eszközök, a világgazdaság alakulása, technológiai folyamatok, stb., amik árfolyam predikcióra adnak lehetőséget, viszont olyan jellegű hatványtörvényt, mint amit a bitcoinban felfedeztek, nem találtak más eszközökben. Fontos hozzátenni az árnyat gondolkodás jegyében, hogy bőven éri kritika szántosztázi elképzelését. Például a Cointelegráfon jelent meg pont néhány, nappal, pont néhány nappal ezelőtt egy anyag, ami igyekszik szétszedni. Direkt azért tettem be a screenshotot, hogyha titeket érdekel mi ebben a dolog, akkor mindenképp ezt is olvassátok el. Nem mondom, hogy engem meggyőzött, de érdekes volt látni egy ellenvéleményt is. Én hiszek ebben a hatványtörvényben, ami a bitcoinban van, de nem tudom, hogy vennék-e rá mérget. A teljes kutatást itt nézhetitek meg, érdemes megjegyezni a címet, már csak azért is, mert nem ez az egyetlen a BTC-hez kapcsolódó munkája ennek az olasz kutatónak, hanem rengeteg egyéb baromi izgalmas anyagot adott ki az utóbbi időben, ami hálózatelmélet, a már sokat emlegetett hatványtörvény és sok egyéb vonatkozásban közelíti meg a BTC életét, zárszóként nem zárhatjuk ki, hogy a bitcoinban, a bitcoin működésében, a hálózati természetéből adódóan van egy nagyon hasonló törvényszerűség, mint amit a csillagászatban, a biológiában, a szociológiában és még számos egyéb területen felfedeztünk. Köszönöm a figyelmet, ezzel kívánok nektek sikeres befektetést a következő időszakban is.